Hatalmas mérföldkő volt a József Attila Városi Könyvtár életében, a 2019-es esztendő elfoglalhatták és belakhatták az új Makovesz stílusban megszületett épületet. Szikszai Zsuzsanna igazgató stábunknak elárulta, a megnyitó óta eltelt 8 hónapban szinte minden statisztikai mutatóban nagy fellendülés volt tapasztalható. A beiratkozóink száma rohamosan nőtt, tehát megrohantak bennünket az új olvasók, azok a makóiak, akik eddig nem voltak beiratkozva, több mint 1600 új beiratkozónk van. Az alapbeiratkozó taglétszámunk 2600 volt, tehát ez egy nagyon-nagyon erős jó szám egy ekkora kicsi városban. 40%-kal nőtt meg a kölcsönzések száma a 2018-as évben ugyanannak az időszakban, a kölcsönzésével összehasonlítva. 40% majd felével. Ezt úgy kell gondolni, úgy kell elképzelni, hogy ez egy 30-40 ezres kötet, forgatás, kötet, kikölcsönzés, tehát ez egy óriási nagy szám. Az igazgató hozzáfűzte, nagyon sokan voltak olyanok is, akik csak azért érkeztek a könyvtárba, hogy körbejárhassák és megcsodálhassák az impozáns épületet. Mint megtudtuk, 2019-ben 4000 példánnyal tudták növelni gyűjteményüket, így most 94 ezres állománnyal vágnak neki a 2020-as évnek, amelyre nagy igyekezettel készülnek, hiszen Trianonon túl igen sok más kerekéforduló is aktuális lesz. Számunkra makóiaknak József Attila a költő. 100 éve, hogy Makóra érkezett. 2020-ban 100 éve érkezett Makóra, ez egy centenárium, és 115 éve született április 11-én. Ezt a két évfordulóra is fogunk emlékezni, és tavaly egy szabadtéri könyv átadogatás, illetve átköltöztetés volt, ugye kézről kézre akció, valami hasonló versünnepet, illetve költészeti ünnepet szeretnénk itt az épületünk előtt megszervezni. Emellett Bartók Béla halálának 75. évfordulójára zenés programokat terveznek, valamint Fekete István születésének 120. halálának pedig 50. évfordulója előtt is tisztelegnek majd idén. Szikszai Zsuzsanna azt is hozzátette, a könyvtárban működő klubok és szervezetek természetesen a jövőben is folytatják itteni tevékenységüket, valamint számtalan gyermekeknek és fiataloknak szóló esemény is megrendezésre kerül majd. Természetesen a kiállításokból sem lesz hiány, jelenleg is bejárható például az épület első emeletén Tímár Edit Ágnes tárlata, amely január végéig lesz látogatható.